Micsoda pompa, micsoda ragyogás! Ez itt kérem szépen Nerdorádó! Van már fák nélküli lombkorona sétányunk, 40 centi magas kilátás nélküli kilátónk, és most megszületett a legújabb csoda, egy újabb hungarikum, a Mária Pócsi víz nélküli csónakázótó. Persze, ez is EU-s pénzből jött létre, nem kell csodálkozni. De mi nincsen benne víz, ha már csónakázótó? Volt benne víz, bemondták az amágyán. Csak az a személy gyúcsán kiitta. Csinált belőle fröccsöt. Azért mondom mindig, csak a fidász. Ennek a Mária Pócsi projektnek hála, végre értelmet nyert a gyerekkori dalocska. Szárasztónak nedves partján döglött béka kuruttyol. De mi történhetett itten? Pap Bertalan, Fidesz KDNP-s polgármester, a Mária Pócsi Mózes, fogta, az ketté választotta a tómederben a vizet. Az meg sutty, eltűnt, mint hogy minden ebben az országban. Mindegy, azért azt nem mondhatjuk, hogy a polgi nem adott a látszatra. Csináltatott a száraz tómeder fölé egy ilyen tákolmány fahidacskát, meg ott tárválkodik egy budi is. De legalább van rajta napelem. Micsoda innováció! Könnyű pénz volt ez is. Így is zsebre lehet rakni a nekünk szánt több tízmilliókat az EU-tól. De az én azt mondom, hogy ne szomorkodjál, hogy nincs benne víz. Majd a Mária Pócsi Szűz Mária telekönnyezi a tómedret. Lenne is miért sírnia. Aztán meg majd Lülő kiköt a jachtjával benne. Már van benne víz? Andi, jöhetek? Várjál már, nem férek bele. Mert a jachtom szélesebb, mint egész Mária Pócs. Hadd kérdezzem már meg, mi lesz a következő EU-s pénzmosó produkciójuk ezeknek a drága, becsületes, neresztény polgármestereknek? Csinálnak majd nekünk EU-s pénzből víz nélküli akvaparkot? Vagy bungee jumping pályát biztosító köté nélkül? Jaj, de jó lenne, el is képzeltem. Az első bátor ugró Orbán Viktor. Na várjál, itt van ez a borzalom. Az izraeli háború, amit a Hamas nevű terrorszervezet indított. De most kiderült, hogy nem is ők a valódi felelősök. Hát te nem tudtad? Miért nem gondolkozol? Hát nem nézel M1-et? Nem követed a kormány médiát? Az M1-nek és a közpénzmilliárdokkal kitömött megafonos propagandistáknak hála, most lehúlt a lepel. Kiderült, hogy valójában ezért a háborúért is Európa és Brüsszel a felelős. Na, csak témánál vagyunk, megérkeztünk. Jár majd a krumpli. Már megint kezdődik a hírhamisítás, az uszítás és a hergelés. Jaj, de a kedvencem! Szijjártó Aksis Peti játszópajtása, Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kifakadt az Izraelben dúló harcok miatt. Megmondta, hogy minden harci cselekményt és erőszakot be kell szüntetni, mert ez szerinte elfogadhatatlan. Jaj, de aranyos! Mondja ezt azok után, hogy több mint másfél éve rakétákkal lövik Ukrajnát. Ez annyira hiteles volt a szájából, mintha Orbán az asztalra csapva azt mondaná, hogy a korrupció elfogadhatatlan. Takap! Sevasztok, cselencsicsáim! Gyertek el a Somogyi András önálló estjeire! Mondom, hol lép fel! Békés Csaba, Nyíregyháza, Budapest, Siófok, Debrecen, Hódmezővásárhely. Most figyelj! Tapolca! Remélem, eljön a Tóth Gabi is. És persze van még jó pár helyszín. December 30-án Budapesten pedig egy előszilveszteri gálaestel készül, ahol feltűnik Taxis Józsi! De mindegy, én biztos, hogy nem leszek ott egyiken sem. Jegyek kizárólag online kaphatók a tixa.hu/Somogyi András oldalon. És iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, ugyanis a Facebookomat már korlátozni kezdték. Sziasztok!